Jó estét kívánok! Most jó lenni fehérvári labdarúgónak. A Vidi megszerezte a bajnoki címet, a játékosokat a pályán, a belvárosban, az éremátadón rengetegszer megünnepelhették, és hát most még jelenleg pihenhetnek is, ami azért nem egy hosszú időszak. Hál' Istennek ráadásul a klubnak nem csak a felnőtt csapatát lehetett ünnepelni, hiszen aki ott volt az ünnepélyes éremátadáson, díjátadáson az elmúlt hét végén, az pontosan láthatta, hogy az U14-es, régen azt mondtuk volna, hogy serdülő korosztály is megnyerte a bajnokságot, ami mindenképpen nagyon nagy szó, hiszen sokszor elhangzik, hogy az utánpótlásra kell még inkább fókuszálni, hogy a jövőben is ünnepelhessünk sikereket. Vendégünk Enyeres Imre, a Videoton utánpótlás igazgatója, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Van egy alapkérdés, amit mindig föl szoktak tenni, mondjuk általában akkor, amikor nincs eredmény, hogy utánpótlás korban nem is kell, a képzés a fontos, de egy ilyen pillanatban, amikor a csapat meggyeri a bajnokságot, a 14 évesek, akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy ez mennyire volt fontos visszajelzésként a játékosok szempontjából, vagy azért változatlanul a legfontosabb a fejlődés? Természetesen nagyon örültünk a bajnoki címnek, de továbbra is azt hangsúlyozzuk, hogy a képzés és a játékosok képességeinek a maximumra fejlesztése az, ami nagyon fontos ebben az életkorban. Tudtuk, hogy ez a 2004-es korosztály, ez egy jó korosztály, és nagyon jó visszajelzés a számunkra, hogy jó úton kezdtünk el járni. Építjük őket, fejlesztjük őket, nagyon sokat foglalkozunk velük, és egy remek visszajelzés az utánpótlásban folyó megújult munkának ez a bajnoki cím. Mióta zajlik ezzel a csapattal, mondjuk nagyjából ezzel az összetétellel a munka, hiszen ugye nemrég újult meg az egész utánpótlás itt a Vidinél, vagy lett ugye komoly átszervezés. Nyilván ezek a gyerekek nem két éve kezdtek focizni, tehát mekkora munkáról beszélünk, vagy milyen távú munkáról velük kapcsolatban? Vegyes a társaság, körülbelül fele-fele arányban találunk benne olyanokat, akik itt kezdtek el fotballozni, tehát Videoton nevelésnek tekinthetők minden szempontból, de vannak olyanok is, akiket az elmúlt egy-két évben különböző helyekről, de városból, illetve város közeli településekről sikerült átigazolni, úgyhogy abszolút lehet mondani, körülbelül fele-fele az arány. De akkor gyakorlatilag ez egyrészt igazolja azt a koncepciót is, hogy a Vidiben meglévő tehetségeket ugye kell minél magasabb szintre hozni, másrészt azt a munkát, amit ti elkezdtetek itt egy-két évvel ezelőtt, hogy ide Fehérvárra összpontosítani akár a környékbeli, vagy máshol felfedezett tehetségeket, és ez valahogy így most együtt jött össze. Igen, a jövőben is azt az utat próbáljuk meg majd követni, amit két évvel ezelőtt célkitűzésként magunk számára megfogalmaztunk. Az iskolaváltás, tehát a 14 éves kor az, amikor esetleg távolabbról, nagyobb távolságokról is megpróbálunk igazolni játékosokat, de természetesen nem nagy létszámban, ott a 15-től fölfelé körülbelül egy 35 kollégiumi hely áll rendelkezésünkre, ezt a számot nem is kívánjuk túllépni. Viszont a fiatalabbak esetében megpróbáljuk különböző módokon, például buszoknak a beállításával behozni ezeket a fiatal tehetségeket. Azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha 14 éves kor alatt a gyerek otthon tud maradni, a meleg családi fészek valamennyi előnyét tudja élvezni, edzésre jár ide, és aztán amikor egy picivel önállóbbá válik, és ezt tekintjük az általános iskolából, a középiskolába való jelentkezésnek az idejét, akkor már esetleg nagyobb távolságról is megpróbálunk behozni. De addigra, amire ide elkerülünk, addigra természetesen egy erős helyi magnak, egy törzsnek, egy jó váznak kell, hogy legyen a csapaton belül. Az nagyon fontos és érdekes, amit mondasz, mert például csak jut eszembe, hogy az utolsó mérkőzést, azt ugye a Vasas Kubala Akadémia csapatával játszotta a Vidi, nem ez volt a döntő, de most azért mondom, mert ott ugye egy nevében is akadémiának hívott utánpótlás műhely volt az ellenfél. És az alapján, amit mondasz, ugye itt nem ez a koncepció, tehát a utóbbi évtizedben azért nálunk nagyon elterjedt akadémiai rendszerrel szemben egy kicsit a régi időkhöz nyúltatok vissza, amikor egyszerűen a vonzás körzetből megpróbáljátok Fehérvárat egy centrummal emelni, de nem kell, hogy a gyerekek itt lakjanak és életük jelentős részét már összezárva töltsék.
Hát természetesen minden klubnak kell, hogy legyen egy erős koncepciója, és akkor ehhez kell, hogy tartsa magát. Nem szeretném azt mondani, hogy vagy az egyik, vagy a másik a jó út. Mi emellett tettük le a voksunkat, mi úgy gondoljuk, hogy jó a gyereknek, hogyha otthon marad. Az is nagyon fontos a mi számunkra, hogy egy alkotó környezetben örömteli edzések közepette jó hangulatban tudjon futballozni, illetve fejlődni. Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre is. Van, ahol erre kevesebb hangsúlyt fektetnek, azt mondják, hogy nem fontos. A lényeg az, hogy minden mérkőzést megnyerjenek. A mi véleményünk egy picit különbözik. Még egyszer mondom, nem szeretném sem egyikre, sem másikra azt mondani, hogy csak ez az út vezet a jó megoldáshoz, de természetesen nekünk van egy nagyon határozott, kialakult véleményünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a helyes út. Azért is örömmel hallom, persze lehet, hogy szubjektív, mert magamfajta öreg vidi szurkol, azért emlékszik rá, hogy itt mindig egy nagyon jó utánpótlás volt, és többek között az volt az ereje, hogy akár az ország legkülönböző pontjaiból kiváló szakemberek megtalálták a tehetségeket, tényleg a disznó testvérektől kezdve Horváth Gabinát, akár messzebbről, akár a környező településekről ide tudták hozni azokat, akik aztán itt akár nyilván a mai alá nem összehasonlítható körülmények között, de mégiscsak a vidi család részeként nőttek fel, és hát az akadémia az egy sokkal későbbi fejlemény lett, tehát gondolom tudatos volt, hogy ti ez a régebbi koncepcióhoz nyúltatok vissza. Igen, egyrészt azért, mert hát tanulmányoztuk az új koncepció kialakításakor azt, hogy ami régen sikeres volt, az hogyan is történt, és nagyon sok ötletet át tudtunk venni, hiszen ami egyszer jó volt, azon nem feltétlenül kell gyökerestül ugye mindent megváltoztatni. Tehát ez volt az egyik. A másik, hogy tanulmányoztuk a külföldi példákat is. Az elmúlt években azért nagyon sok helyen a már egyébként nagyon jó kialakított akadémiai bentlakásos rendszert próbálták finomítani, vagy egyáltalán megváltoztatni, tehát több országban is azt láttuk, hogy próbálnak kisebb körzetekre koncentrálni, illetve az akadémiákat valamilyen formában hát átírni, családias környezetet teremteni a átigazoló gyerekeknek. Néhány ilyen külföldi tanulmány út során én magam is ezeket a dolgokat meg tudtam tapasztalni, és mindezeket egybevetve úgy gondoltuk, hogy számunkra ez lehet a járható út, és ezt a mintát fogjuk követni, úgyhogy ezen dolgozunk a jövőben. Nyilván rettentő összetett dologról van szó, és tényleg rengeteg érve elhangzott pro és kontra, akár az akadémiák mellett és ellen, hiszen ebben a korban, amikor a gyerekekkel elkezdenek foglalkozni, még nagyon sok mindent kell figyelembe venni, tényleg a fejlődésük, a pszichéjük, a kialakul egyéniségük szempontjából is. Azért is gondolom, hogy nektek is nagyon sokféle szakemberrel kell együtt dolgozni, hiszen ezek a gyerekek iskolába járnak, alakul a személyiségük. Tehát azért ez egy rendkívül komplex dolog. Igen, éppen ezért például kialakítottunk egy olyan tehetségtámogató programot, amiben szinte személyre szólóan mértük föl azt, hogy melyik játékosnak, melyik tehetséges játékosnak milyen oldalról van szüksége segítségre, és már így is differenciálunk. Van, akinek több erőléti edzővel folytatott munkára van szüksége, van, akinek dietetikus tanácsára, hogy az a hát még nem acélos testsúly, az egy kicsit izommal és a táplálkozással megtámogatva az valóban olyan legyen, ami a mai futballban követelmény. És úgy láttuk, hogy van, akinek pszichológus segítségére van szüksége, ott pedig ilyen oldalról próbáltunk támogatást szervezni. Tehát nagyon személyre szabott, nagyon egyéni az a program, amin ezek a tehetséges játékosok keresztül mennek, de természetesen az alap, hogy figyelembe véve az életkori sajátosságokat, türelemmel, odaadással, szeretettel foglalkozunk velük, egy nagyon jó környezetet próbálunk a számukra teremteni. Ezek a játékosok kimennek a pályára, és ugye percenként kell 100 döntést hozniuk. Én azt gondolom, hogy ilyenre csak az képes, aki mindenképpen egy jó mentális állapotban van. Igen, és hát a másik, vagy talán egyik legfontosabb kérdés, ugye, hogy azok a szakemberek, akik foglalkoznak velük, labdarúgó szakemberek, ők milyenek. Nagyon nagy munkát kellett végeznetek itt az elmúlt években e téren is, hiszen nyilván fel kellett mérni, adott esetben a személycseréket megtenni. Most hogy érzed, ez az eredmény azt mutatja nyilván, hogy azért már van ennek látszata, mennyire megfelelő az a szakmai közeg, ami a gyerekeket körülveszi a Videotonnál? Hát az elmúlt két évről tudok beszélni. Én úgy gondolom, hogy ebben a két évben valamennyi változás a
az utánpótlás szekciónak a fejlődését szolgálta, és maximálisan az a véleményem, hogy nagyon jó úton járunk, idén-nyáron további erősítéseket, szakmai téren további erősítéseket tudunk majd megvalósítani, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon optimista vagyok a jövőt illetően. Lehet akkor azt mondani, hogy ugye a játékosok, a szülők, mint akár a Magyarországon dolgozó szakemberek számára egy vonzó célpont a videóton, hiszen nyilván azért ezeket az embereket valóan ide is kell hozni, hogyha igen, helyben nincsenek éppen. Egyre inkább úgy érezzük, edzők és játékosok egyaránt, illetve hát szülők sokszor jelentkeznek már. Azt látjuk, hogy az a fajta játék, amit a videóton jelenít meg a pályán, utánpótlás, illetve felnőtt szinten természetesen, hiszen az is, ne felejtsük el, hogy egy ilyen feltöltésnél, ahol a minőségről beszélünk, nagyon-nagyon fontos, hogy úgymond a kirakat rendben legyen, és itt a kirakat tényleg csillog-villog most már évek óta, és mindenki nagyon büszke rá, hogy ilyen jól szerepel a felnőtt csapatunk, tehát ez is nagyon-nagyon fontos, és mögé úgy tudunk besorakozni, hogy vonzó a külső szemlélő számára az a légkör, az a hangulat, a mutatott játék, illetve ha lejönnek, akkor az infrastruktúra, meg az az edzésmunka, az a légkör, amit itt tapasztalnak az utánpótlás bázison. Hát ha már a kirakatot, illetve a nagy csapatot említetted, megvan-e az a szándék, illetve a szavaiból azt érzem, hogy arra törekedtek, hogy egyfajta filozófia legyen jellemző a videóton teljes egészére, tehát hogy valahol az utánpótlás csapatok is azt a játékot jelenítsék meg, amit a felnőttek. Ennek egy része nyilván az a mentor program, amit meghirdettetek, ahol személyesen felügyelik bizonyos tehetségeket a nagy csapat játékosai, tehát hogy kialakul egy olyan kép, ami fölismerhetővé teszi a Vidit bármelyik korosztály bárhol játszik az országban. Igen, ez a célunk, hogy ha valaki nem látja a címert a mezen, akkor is tudja majd mondani, hogy ez biztos a videóton, tehát ide eljutni nyilván nem lesz egyszerű, nem tartunk még itt, de a következő években nagyon-nagyon szeretnénk. Egy egységes korosztályos képzésre törekszünk, és hogyha ez megvalósul minden szinten a 6 évesektől kezdve egészen a 19 évesig, és ebben biztos vagyok, hogy a következő években ez egy nagyon-nagyon markáns eredményt fog hozni, és valóban látható lesz. Ez a bizonyos átjárás, és mondtam, hogy ugye ez például ez a mentorprogram is ezt szolgálja, hogy akár a csúcsra is ráláthatnak a tehetséges gyerekek, hogy ez mennyire inspiráló ez most a számukra. Egyáltalán ez a mentorprogram, ami ugye abból áll, hogy egy-egy tehetség mellé rendeltetek, vagy választottak ők maguknak ilyen felnőtt játékost, ez mennyire vált be? Hát, ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor azt mondhatom, hogy nagyon. Egyébként jól jelzi a felnőtt játékosainknak a hozzáállását ez a programhoz, hogy mi kezdetben, amikor ezt az egészet kitaláltuk, akkor 2-3 játékost szerettünk volna megkérni, hogy időnként jöjjenek ki az utánpótlás edzésre, és foglalkozzanak, beszéljenek, adjanak át saját pályafutásuk kapcsán néhány tapasztalatot a fiataloknak, és sorra jelentkeztek ők maguk, hogy ők is szeretnének ebbe bekapcsolódni, úgyhogy számunkra ez egy felemelő érzés volt, hogy ilyen szép számmal léptek be ebbe a programba felnőtt játékosok, és egészen konkrét példát is tudok mondani arra, hogy egy mások által, más klubok által csábított, igen tehetséges játékos pusztán emiatt itt maradt, és mondta, hogy innen traktorral nem lehetne kivontatni, mert neki annyira sokat számít, hogy napi kapcsolatban áll azzal a mentorral, aki mellé került. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív hatása van ennek, meg a néhány kérdéssel ezelőtt említetted azt, hogy az átadáskor, hogy a Vidi család. Tehát ezt most szeretnénk valóban kimutatni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem így is érezzük, és az ennek a megvalósítása, hogy a Vidi családnak ennek a fogalomnak az újraélesztése, ez most itt nem csak egy üres frázis, hanem tartalommal van megtöltve. Ja, azért is nagyon fontos dolog ez, mert a videótól jelenleg Magyarország egyik élklubja, a Bajnokok Ligájában, Európa Kupában fogja majd képviselni a magyar futballt, és nyilván azért egész magyar futball megítélése szempontjából nem mindegy, hogy a Vidi mit mutat. Egy elsősorban persze a nagy csapatot érinti, de ami mögötte van, és ahogy ez fejlődhet tovább, az mind benne van.
és hát ezért kérdezem, hogy igazából ugye a szakemberekről beszéltük, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de most hogy látod, hogy, és ez már persze egy kicsit elvonatkoztat a Viditől, hogy megfelelő az a képzés, az a felhozata Magyarországon, ami ugye azokat az embereket képzi ki, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, nem csak a Vidinél, nyilván más klubnál is, mert hát hosszabb távon mégiscsak az ő teljesítményük fogja jelenteni a magyar futball eredményeit. Igen, mindenképpen én úgy gondolom, hogy megfelelő. Én nagyon sok tehetséges, jó kollégát ismerek, aki tudom, hogy milyen komolyan veszi a munkáját, rengeteg időt tölt a pályán, és képezi magát a legkorszerűbb módszerekkel, próbál meg dolgozni. Természetesen letagadhatatlan, hogy vannak kevésbé jó dolgozó kollégák is. Hát én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan szakma, mint máshol, hogy vannak kiváló, vannak kevésbé jó munkát végző kollégánk nekik. Nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat, akik, ha lehet, akkor azért vidikötődésűek legyenek, hiszen vannak szép számmal ilyenek, akik itt futballoztak és már edzősködnek, illetve ami a még fontosabb, hogy a lehető legjobb utánpótlásban dolgozó kollégákat tudjuk ide csábítani, idehozni, hiszen az ő munkájuk és egy megfelelő alapanyagnak, játékosoknak a megtalálása, ennek a kettőnek a megléte, az mindenképpen a sikernek az áloga. Hogy látod, most jelenleg utánpótlásban dolgozol, de korábban azért a felnőtt futballban is évtizedeket eltölt a szakemberként. Jelenleg mekkora esélye van egy magyar tehetségnek tényleg befutnia? És most nem nemzetközi szintről beszélek, egyelőre annyiban, hogy mondjuk bekerüljön a Videoton csapatába. Azért elég sok kritika elhangzik azzal kapcsolatban, hogy mindig rengeteg a légiós, még mindig a pénz és az azonnali eredmény határozza meg, hogy egy csapatot hogyan építenek fel. Látod-e azt a jövőt, amikor azért mondjuk 2-3 saját nevelésű játékos tud szerepelni a Videotonban? Igen, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy az utolsó bajnoki mérkőzés a Diósgyőr elleni, az megmutatta, hogy vannak olyan tehetségek, akik már képesek az első csapatba kerülésért reális eséllyel megküzdeni. Természetesen egy Videotonban nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz bekerülni, hiszen itt az elvárás ugye minden mérkőzésen a győzelem, ráadásul Bajnokok Ligája selejtezőket játszik a csapat, tehát egy óriási kihívás előtt áll most is, de én azt gondolom, hogy most már láthatóak olyan fiatal emberek, akik képesek bekerülni akár a Videotonba, vagy hogyha más NB1-es csapatba, más NB2-es csapatba fiatalon oda tudnak kerülni, akkor pedig azzal a jól eső érzéssel tudunk hátradőlni, hogy jól dolgoztunk, és a magyar futball számára adtunk játékosokat. A mi filozófiánkban ez ugyanolyan fontos dolog, hogy a magyar futballban tudjunk sok jó játékost felmutatni, hiszen az valahol az egész labdarúgásunknak a felemelkedését fogja szolgálni. Megbeszéltük itt adás előtt, hogy a válogatottról nem beszélünk, főleg az újabb, hát nem olyan fényes teljesítmény után, de nyilván az egész magyar futball számára ezért lenne fontos, hogy mielőbb jöjjenek fel ezek a tehetségek. Most a Vidiben visszatérve, hogy a 14 évesekhez ők megnyerték a bajnokságot, tényleg maximumot hozták. Vannak-e egyéb olyan generációink, csapatok, akik képesek lehetnek hasonló sikerre, vagy hasonló ütemben fejlődnek a gyerekek benne? Igen, vannak jó korosztályaink, a mostani U11-esünk, vagy az U9-es korosztály szintén nagyon reményt keltő fiatal tehetségeket láthatunk bennük, de az idősebbek között is annak ellenére, hogy a 16-17 és a 19 az kiesett az elit 8-as bajnokságból, és jövőre a másodosztályban folytatja. Egy-két olyan játékost minden korosztályban tudok mondani, aki előtt nagyon szép karrier állhat, úgyhogy mi tulajdonképpen ennek örülünk, és ezért dolgozunk, hogy az a két játékos korosztályonként meglegyen, aki képes arra majd, hogy kopogtasson az NB1 kapuján, és akkor úgy gondolom, hogy ha ez megvan, akkor jó dolgoztunk. Ja, a csapat nem sokára visszaköltözhet majd az új, gyönyörű új Sóstói stadionba, mindig elhangzik, hogy ez azért rengeteget fog jelenteni. Az utánpótlás ott készül, az építkezés árnyékában lehet mondani ugye az edzőpályákon. Egy kicsit mindaz, ami ma a Videotonnak megadatik a magyar futballban, ez önmagában mennyire motiváló szerinted egy gyerek számára, hiszen itt, hogyha nem is nyugaton, de azt érezheti, hogy ott van most egy silivili palotába kerülhet be gyakorlatilag éveken belül. Óriási vonzerő ez. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a stadion mellett van az utánpótlás bázis, és tényleg az építkezést az első folyamatától, vagy az első lépcsőfokoktól kezdve követhettük, és most már csak nem kész az
új stadion, úgyhogy vágyakozva nézi valamennyi játékos, illetve mi edzők is gyakran utalunk rá, hogy hát oda lehet bekerülni, de nem mindegy milyen minőségben, nézőként, pályamunkásként, pénztárosként vagy játékosként. Úgyhogy most mindenki nagyon motivált, hogy játékosként egyszer bemehessen, és élvezhesse, átérezhesse azt, hogy mit jelent több tízezer ember előtt játszani. És az egész magyar futball utánpótlását tekintve mennyire vagy optimista? Ugye tényleg azért nehéz nem kritikus hangokat megfogalmazni még, amikor látjuk a kirakatot mostanában a felnőtt válogatottat. Utánpótlás válogatottjaink kisebb-nagyobb győzelmeket érnek el, de a nagy áttörés még hiányzik. Te hogy látod, hogy most mennyire remény van rá, hogy valójában azért előbb-utóbb elindulunk fölfelé, hiszen tényleg külföldről érkezett szakemberek mondják el, hogy az infrastruktúrát, az állami gondoskodást tekintve nem volt fejlődés van a magyar fociban, és igen, a pályán kellene. Hát ezt én magam is tudom bizonyítani, hiszen idestóva, hát 34 évvel ezelőtt kezdtem el utánpótlás edzőként dolgozni, és a körülményeket azt természetesen össze sem lehet hasonlítani, akár az infrastruktúrát, akár a személyi feltételeket tekintem. Most igazán jó körülmények között dolgozhatunk. Azt azért el kell mondani, hogy mivel tudtam utánpótlástornákra ezekben a régi időkben is menni, hogy azért ott 20-25 évvel ezelőtt ez a mostani állapot, ami nálunk mostani állapot, azért az már megvolt. Tehát ott sem álltak le ezután, hanem a fejlesztések tovább mentek. Tehát ez az alap, én azt gondolom, amire mindenképpen szükség volt. Amiben én a legnagyobb problémát látom, de talán ez egy két további beszélgetést is igényelne, de azért röviden elmondanám, hogy a szemléleten viszont mindenképpen változtatni kell. Nekünk képezni kell a játékost, nem versenyeztetni. Sajnos nagyon sok a feszültség, ami mesterségesen keltett, és a edzőkön, játékosokon csattan. Mire gondolok, hogy a támogatás összege nagymértékben függ attól, hogy első másodosztályban indul a csapat, indulnak a csapatok, és nagyon sok helyen, hogyha ha kiesés ugye, réme ott föl lebeg, akkor ott az edzői fizetés, meg az egész utánpótlásnak a megléte kerül veszélybe. És ez természetesen egy nagyon rossz folyamatot indít el, mindenki ideges, kapkod, csak a védekezéssel törődik, de hogyha 10 ember védekezik, és mondjuk szögletből befejelnek egy gólt, nyernek egy mérkőzést, egy nullára, és boldogok, akkor ez úgy gondolom, hogy ez egy nagyon csalóka dolog, hiszen egy csomó dologra nem került sor azon a mérkőzésen, a labda kihozására, egy támadás felépítésére, mikor, hol fogják a gyerekek ezt megtanulni. Tehát nekünk nagyon nagy a felelősségünk abban, nekünk edzőknek, hogy ezeket megtanítsuk, és minden szinten próbáljuk a csapatainkat úgy játszatni, hogy ezt megtanulják, és amikor belépnek a felnőtt korba, akkor én azt gondolom, hogy szeptemberben majdnem a tévén keresztül nézzük a különböző sorsolásokat az UEFA-nak a központjából, hanem valósan ott leszünk olyan játékosokkal, akiket erre felkészítettünk. Tehát én a problémát ebben látom egyszer, másrésztről meg abban látom, hogy azért itt egy-egy egyesület, egy-egy korosztályában nem lehet azt mondani, hogy minden poszton három hazonos képességű áll rendelkezésre. Ugye egy, mondjuk egy Benficánál olvashatjuk, hogy a magyar játékosnak nagyon meg kellett változni a mentálisan, mert haza akarták küldeni, mert nem olyan volt a hozzáállása. Én biztos vagyok benne, hogy itthon is követeltek tőle, de mivel mögötte nem állt két ugyanolyan képességű játékos, ő úgy érezte, hogy többet megengedhet magának. Sajnos ezt tapasztalom, hogy követelünk a játékostól, és nagyon sokszor a szülő az, aki ezt kikéri magának, hogy úgymond, hogy merjük lecserélni, miért csesztetjük állandóan, holott itt nem erről van szó. Ha valaki nagyon-nagyon sokat tud, azzal úgy gondolom nagyon magasnak kell lennie az összes követelménynek, pont az ő érdekében, és végsősorban a magyar futball érdekében. Hát tényleg jó két beszélgetés kitelne még ezekből a kérdésekből, de hogyha jól értem, tehát eleve van egy rendszer, amiben hál' Istennek most ugye a körülmények megfelelőek, esetleg ezeknek a finomítását kell, hogy még inkább a képzést, igen, és a versenyeztetés rovására inkább a képzést helyezze előtérbe. Hát ami a szülőket, illetve ezeket a problémákat, illetve ezeket évtizedes visszatérő kérdések, azt hiszem az utánpótlás nevelés kapcsán.
Hát fogunk még beszélgetni, úgyhogy remélem, hogy hasonló sikerek után. Egyetlen kérdést szeretnék föltenni, ha úgy tetszik, kicsit kívülállóként, de mégiscsak a Vidi szakmai berkein belül álló szakemberként, hogy milyen reményekkel tekintesz most a csapat Európa Kupa szereplése elé, hiszen várjuk majd ugye az ellenfelet, és hát bár ismert, hogy a Bajnokok Ligáját úgy átvariálták, hogy oda tényleg csodaszámba menne a bekerülés, de nyilván egy európai csoportkörrel, akár a kisebbi kupában mindenki elégedett lenne. Igen, én azt gondolom, hogy ha a következő 5 évben gondolkodunk, akkor nagyon-nagyon fontos lenne minden egyes körből a továbbjutás, és a Vidi úgy látom, hogy most nagyon masszív, jó csapatjátékot játszik, nagyon kevés gólt kapott az elmúlt időszakban, tehát abszolút jó úton jár, úgyhogy teljes mértékben bizakodó vagyok a nemzetközi kupa szereplést illetően. Köszönöm szépen, reméljük, hogy az optimizmusod beigazolódik. Kedves nézők, Kenyeres Imrével beszélgettünk a Videóton utánpótlás koncepciójáról és szerencsére már látható sikerekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Imre. Köszönöm a meghívást. És köszönjük a figyelmet önöknek is, további szép estét kívánok.